A szimbiótákról a tapasztalt és kevésbé tapasztalt rajongók sokat tudhatnak, de sokat hozzá is gondolnak. Így nem is csoda, hogy gyakran képesek a semmin veszekedni, hogy az szimbióta, vagy éppen szimbionta. Srácok a helyesejtés, szimbióta. A szimbióták egy nagyon is sajátos szerepet kaptak a Marvel kedvenc falmászójának, a pókembernek a történeteiben. Először 1984-ben láthattuk a szimbiótát az Amazing Spider-Man 258. számában. A történet szerint a Klintár faj, vagyis a szimbióták egy idegen fajt képeznek, szervetlen antropomorf lényeként tartjuk őket számon, akik az Androméda galaxisban élnek. Közösségükre jellemző volt, hogy egy kaptárban éltek együtt, és egyfajta közös tudatként működve képesek voltak hallani a kozmosz hangjait. A szimbióták egy nap eldöntötték, hogy kiválasztanak minden más fajból egy-egy harcost, akik az univerzum védelmezői lehetnének. Ők lettek a kozmosz ügynökei. A szimbióták a harcosokat gazdatestekként használták, cserébe a harcosok képesek voltak a klintárok erejét használni, innentől gyakorlatilag a haszonélvező szimbióták ezekkel a lényekkel szimbiózisban éltek. Ezeket a harcosokat nagyon alaposan megválogatták, mert ha erkölcsileg nem voltak tiszták, vagy éppen nem voltak épelméjűek, az adott szimbiótában komoly kárt is tehetett. Alapjáraton a klintárfaj békés, azonban ha a veszély fenyegette őket, akkor arra a lehető legvadabb módon igyekeztek reagálni. A szimbiótáknak nincs egységes alakja, más színben pompáznak, szervetlen, ragadós, nyúlós, folyós élőlényként képesek bármilyen organizmust a gazdatestükké tenni. Ilyenkor a szimbióta és a gazdatest kollektív tudatként viselkedik, általában hatalmas tépőfogakkal és hosszú nyelven rendelkeznek. A rosszan megfertőződött szimbióták egy nap azonban egy birodalmat építettek fel és elkezdtek bolygókat hódítani, illetve megfertőzni, energiaként felhalmozni az ott élő közösségeket. A Klintár akkor fejezte be hódításait, mikor Galactus az egyik általuk meghódított bolygót nézte ki magának. Eljutottak még a mikroverzumba is. A megromlott szimbiótákról tudni kell, hogy ők nem képesek elméjüket egyetlen elmévé, egy közös elmévé tenni a többi szimbiótával, csak a gazdatesttel. Gyakorlatilag az ő túlélésük azon alapszik, hogy képesek fejlődni, új képességekre szert tenni, illetve osztódni és ezzel együtt új gazdatesteket szerezni. Általában, ha egy szimbióta gyermeknek ad életet, akkor a leszármazott jóval erősebbé válik elődjénél. A megromlott szimbiótákra jellemző még, hogy a gazdatestet rákényszeríti a kannibalizmusra is, így venom, vérontó és toxin nem csoda, hogy falatozott már emberi húst. A szimbióta és a gazdatest között kialakult kapcsolat annál erősebb, minél több közös érzelem fűzi őket egymáshoz. Gyakorlatilag kockázatos és életveszélyes szétválasztani olyankor őket. Ha a szimbiótát elválasztják a testtől, akkor az illető elgyengülés függője lesz ennek az erőnek, amit adott neki. Ráadásul könnyedén lebetegedhet tőle, illetve halálos beteg lehet. Egy ilyen szétválás esetén a szimbióta genetikai nyomokat hagy a gazdatest szervezetében, így Peter Parkernek és Eddie Brocknak is jutott ilyen a testébe. Ennek köszönhető az, hogy a szimbióta onnantól kötődik a gazdatesthez és visszavágyik hozzájuk, mivel megjelölte őket. Venom a 998. generációjába tartozik a szimbiótáknak. Ő például azért lett vérszomjas és romlott, mert az első gazda este állt egy fajon, aki kiirtotta az övéit, így ő is genocídiumot hajtott végre. A második persze Deadpool volt a csatavilágon a titkos háborúk sorozatnál, majd onnan került Pókemberhez, és még folytathatnánk a sort. Nézzük pontosan, mire képesek a szimbióták. A gazda szervezetét adrenalinnal töltik fel, hogy az illető, ha harc van, mindenképp a harc lehetőségét válassza, és ne próbáljon megmenekülni. A kapcsolat ideje alatt a gazdatestben megnövekszik a dopamin mennyisége is. Azokkal nem képesek szimbiózisba lépni, akiknek a szervezetében nagy mennyiségű C-vitamin található. Képesek mások érzelmeit átélni, megérezni, ezen keresztül építik fel kapcsolataikat a gazdatesttel. Genetikai memóriával rendelkeznek, vagyis a szimbióták képesek a saját, illetve a másik gazdatestől szerzett emlékeiket átörökíteni mások számára, legyen szó kívülállóról vagy új gazdatestről. A szimbiótáknak nincsenek nemeik, szexuális úton reprodukálják magukat, illetve szaporodnak, de vannak szimbióták, amik tojásból nőnek ki. Venom például így született. Nincsen családi idil felépítve. A romlott szimbióták azok, akik gátlástalanul utálják egymást, különösen ha a szülő és a gyermek kapcsolatáról van szó. A szimbióta szülés nagyon ritka eset, Venom és Vérontó képesek rá eddigi ismereteink alapján. A szüléshez szükséges, hogy rendelkezzenek az újszülött számára egy gazdatesttel, amiben elültetik az új szimbiótát vagy legalábbis a spóráit. Ha ez nem történik meg, megölheti a szülőt, míg annak a gazdatestében fejlődik, rosszabb esetben a szülés így a szülő és a gazdatestének halálával zárulhat. Eddie Brock a rákja miatt nem volt képes arra, hogy elviseljen egy szülést, így Venom ezért is keresett alternatívákat. Külön érdekes dolog, hogy a gazdatest és a szimbióta szétválasztása sok hatást is eredményezhet, a gazdatest bizonyos funkciói is leállhatnak. Képesek oly mértékben alkalmazkodni, hogy egy faj képességeit is le tudják másolni a szimbióták. Így volt az, hogy Venom megörökölte pókember képességeit. A szimbióták mellesleg szinte teljes felügyelet alatt tartják általánosságban a gazdatestet. Persze, vannak kivételek. Minden szimbióta képes csápszerű kinövéseket használni bármilyen célra, de a nyúlványaikat képesek megszilárdítani, akár fegyverre is formálhatják, így akár tárgyak képességeit is átvehetik. Venom így képes hálót vetni, mivel azt pókember csak hálóvetővel tud. Venom és utódai már arra is képesek voltak, hogy átszázzák magukat. Képesek voltak a gazdatesten olyan ruhává változni, amilyenné akartak. A szimbióták bármilyen gázt képesek belélegezni. Képesek arra, hogy elnyeljenek más szimbiótákat vagy azok klónjait, így nagyobb erőre tehetnek szert. A szimbióták képességei függnek erősen a gazdatest gondolataitól és kreativitásától. A külső megjelenés, a fegyver és eszközhasználat mindenben nagyban befolyásolja ezeket. Általában 48 óra szükséges ahhoz, hogy a gazdatest és a szimbióta teljesen egyéb A szimbiótáknak azonban több gyengeségük is van. Halottal nem képesek meglenni lenni szimbiózisban, de a halál pillanatában meg tudják a gazdatestet menteni, ha erre fel vannak készülve. Amit még nagyon fontos, hogy kifejezetten érzékenyek az erős hanghullámokra és a magas hőmérsékletre. Nos, ennyire lett volna ez a kis videó. Ha tetszett, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel. Ne felejtsétek el követni minket Facebookon és Instagramon is. Legközelebb találkozunk.